Sziasztok! Elérkeztünk az év utolsó napjához, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy összegezem az évet, és idén is megpróbáltam összeállítani a 10 kedvenc olvasmányomat. Bevallom őszintén, nem volt egy túlságosan jó évem, inkább ilyen hullámvölgyekkel teli, de most így az utolsó napon azt tudom mondani, hogy minden jó, ha a vége jó, és azok a feladatok, amiket szerettem volna, azokat meg tudtam oldani. Végül is nagyon sokat tanultam ebben az évben is, kaptam leckéket, de azt gondolom, hogy ezek azért jöttek, hogy tényleg fejlődjek és tanuljak, okuljak a hibáimból, hiszen nem vagyok tökéletes, és nem tökéletes a világunk sem. Ez ebben az évben sajnos nagyon megmutatkozott, de erről még lesz szó a videó folyamán, és a végén majd szeretnék nektek egy üzenetet felolvasni, átadni, amit én egy dél-koreai zen buddhista mestertől kaptam most, nem olyan régen olvastam ezt a szöveget, és rájöttem, hogy na igen, ez volt az a lecke, amit kaptam az évben, és ezt mindenképp szeretném majd veletek megosztani. De most nem húznám tovább az időt, vágjunk bele ezekbe a könyvekbe, amelyek elnyerték a tetszésemet. Egyébként összesen 41 könyvre jutott időm, ami nem túl sok, de én tudom, hogy milyen kevés időm volt, és mennyire pusza életem volt, de ennek függvényében azt gondolom, hogy ez teljesen jó. És hát rengeteg sok videót készítettem számotokra, elindult a csatornatagoknak is külön videókat gyártottam, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból viszont egy nagyon sikeres év volt, de nagyon bízom benne, hogy 2024 egy sokkal felhőtlenebb és kevesebb feladat megoldós év lesz. Na, kezdjük is el! A korábbi évek folyamán még sosem fordult ez elő, hogy 2 könyvet tettem a 10. helyre. Ennek pusztán csak az az oka, hogy nem tudtam dönteni a 2 könyv közül, ugyanis egyiket sem szerettem volna kihagyni erről a listáról. Általában, amikor nekifogok a lista készítésének, akkor én a MOL-on nézem végig az olvasmánylistámat, és azokat a könyveket írom fel magamnak, írom egy papírkára, amelyek számomra a legnagyobb hatással voltak, amelyek impulzusokat váltanak ki belőlem még mindig, kötődnek hozzá bizonyos érzelmi reakcióim, szóval egyáltalán nem racionálisan választok, de alapvetően is inkább a szívemre szoktam hallgatni, és azt gondolom, hogy egy ilyen lista szempontjából szerintem ez a legfontosabb. Úgyhogy 11 címet írtam ki, amelyek leginkább hatással voltak rám. És így lett végül 2 10. helyezettem. Ezen a helyen szerepel Susanne Clarke-tól a Piranézi, amely engem teljesen levett a lábamról. Ez a titokzatos világ és ez a misztikus hangulat, amelyet Susanne Clarke felépített, hát ez fantasztikus volt. Oldalról oldalra egyre izgatottabb, feszültebb és kíváncsibb lettem, és rettentő módon érdekelt az, hogy Piranézi hogy került ide ebbe a labirintusszerű épületbe. Egyébként ez egy naplóregény, és Piranézi minden nap feljegyzi azt, hogy mi történt vele, és mit állapított meg erről a helyről, mit fedezett fel, és tényleg vele bolyonghatunk így a szobrok és a kövek között. Közben hallhatjuk az óceán morajlását. Nagyon élveztem, ez egy meditatív olvasás volt, és a végén úgy csuktam be, hogy te jó ég. Csodálatos, szép irodalmi alkotás, úgyhogy ezt a könyvet nem tudtam lehagyni erről a listáról. A másik 10. helyezettem az Olivier Bordeaux-tól a Merre jársz, Bojang lesz. Ez a könyv számomra egyben volt szívmelengető és szomorú is. Egy kisfiú szemszögéből ismerhetjük meg a szülei szerelmi történetét és az ő különc életmódjukat.
Édesanyja egy rendkívül extravagáns figura, aki imád táncolni, és teljesen kiszámíthatatlan dolgokat művelni. De hamar kiderül ez számunkra, hogy a kisfiú mennyire ártatlanul, gyengéden, naívan szemléli az eseményeket, és számára az a normális, hogy az édesanyja rendkívül magas hőfokon lángol, és közben tényleg banális dolgokat művel, elsősorban azért, hogy saját magát elszigetelje a normál társadalmi életmódtól. Ő nem akar beilleszkedni, nem akar úgy élni. Például nem nyitja ki az adóhivatal leveleit, és már halomban állnak a levelek. Ki akarja zárni a társadalmat? És van egy daru madaruk, aki ott él velük, és együtt sétáltatják az utcán, és tényleg ez a nő, ez egyre őrültebb, és egyre banálisabb dolgokat kezd el művelni, de a kisfiú továbbra is elképesztő szeretettel, és óvó figyelemmel követi az édesanyját. Fogalma sincs arról, hogy vajon mi történik vele. És mi is, ahogy haladunk a történetben, egyre jobban rájövünk arra, hogy itt valami nagyon, de nagyon nem stimmel. Ez nem pusztán egyszerűen banalitás. Itt sokkal többről van szó. Ez a könyv egy megindító, megható, elgondolkodtató, aranyos, kedves olvasmány volt számomra, amely szól egyben a szerelemről és az elmúlásról is. 9. helyre Murakami Haruki Férfiak nő nélkül című novellás kötetét tettem. Hát végre olvastam a japán szerzőtől, és jó belépőnek tartottam azt, hogy először inkább egy novellás kötetét olvasom el, mielőtt még belevágnék egy vaskosabb regényébe. De már az első oldalakon tudtam azt, hogy én őt nagyon szeretni fogom. Ő biztosan az én szerzőm lesz. És ez be is igazolódott. A végén úgy csuktam be ezt a novellás kötetet, hogy akkor én most szentelek neki egy külön videót, és bemutatom nektek az ő sokoldalúságát, hogy miért tartják olyan nagyra az ő művészetét, és miért szerepel ő évről évre a Nobel esélyesek várólistáján. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor nézzétek meg azt a videót, mert szerintem nagyon jól összefoglaltam, hogy ki is ő, milyen az ő írói világa. Ez a novellás kötet 7 történetet tartalmaz, és én egytől egyig mindegyiket szerettem. Mindegyik adott számomra valami érzelmi töltetet és gondolkodni valót. Mindegyik történetnek a főszereplője egy férfi, akiknek megismerjük a nőkhöz való viszonyát, múltbeli kapcsolataikat, vagy éppen azt, hogy hogyan küzdenek a magánnyal. És a konklúzió minden történetből az volt számomra, hogy a férfinak szüksége van a nőre ahhoz, hogy legyen igazán értelme az életének. Ez egy remek téma szerintem. A 8. helyre egy olyan regényt tettem, amelyet én nagyon szerettem olvasni irodalmi szempontból, viszont maga a témája az iszonyatosan megterhelő volt számomra. Ha egy szóval kellene jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy egy nyugtalanító olvasmány volt. Viszont pontosan emiatt rengeteg gondolkodnivalót hagyott maga mögött. Ez a könyv nem más, mint Bartis Attilától, A nyugalom. A történet elején megismerkedünk egy felnőtt férfival, Andorral, aki az édesanyja csapdájában rekedt. A nő egykor ünnepelt színésznő volt, és a díva szerepét élte mind a színpadon, mind pedig a magánéletében. Azonban az öregedéssel együtt ez a szerep bizony megváltozott, és a nő elkezdett pszichészavaroktól szenvedni, 15 éve pedig már nem tette ki a lábát a lakásból. Egyetlen szerencséje van, hogy van egy fia, akit kiszipolyozhat, akit irányíthat, akibe belerúghat, ha úgy tartja kedve,
és ez a fiú nem fog elmenekülni. Ebben a deviáns, már bántalmazó kapcsolatban ő otthon érzi magát. Nem próbál meg szabadulni ebből akkor sem, amikor rátalál a szerelem. Pontosan tudja jól, hogy édesanyja mennyire nincsen rendben, hogy ez a kapcsolat mennyire nem egészséges, de ettől függetlenül ott marad. Ez a regény megmutatja azt, hogy milyen önzően szeretni, milyen az, amikor egy anya-fiú kapcsolat egy beteges irányba halad, illetve azt is, hogy milyen az, amikor két ember ennyire kölcsönösen függ egymástól. Ez abszolút nem egészséges. A hetedik helyre én egy olyan könyvet tettem, amelyből sugárzik a bölcsesség. Ez pedig nem más, mint Elif Shafak Szerelem 40 szabálya. Körülbelül olyan 2 hónappal ezelőtt fejeztem be ezt a könyvet, de még most is motoszkál bennem, és kicsit bánom azt, hogy nem jegyzeteltem ebből a könyvből, főként a 40 szabályt, az mindenképpen ki kellett volna írnom, de természetesen még megtehetem. Ugyanis ezek azok az üzenetek, amelyeket lehetne akár nap mint nap forgatni, és elolvasni, főleg akkor, amikor az ember egy picit rosszabb paszban van, akkor nagyon sok erőt tudnak adni. Ez a könyv felemelő, és tényleg bölcsességet sugároz, olyan üzenetet, amelyet érdemes elraktározni és beépíteni a gondolkodásunkba. A történet egyébként 2 síkon játszódik, néhol a 21. században, néhol pedig a 13. században kalandozhatunk. És ezúttal a török származású írónő nem a hazájába utazott vissza, hanem Perzsiába, és Rumit, a perzsa, vagy szúfi költőtudóst tette meg főszereplőjévé. De ez egy történet a történetben, szóval kezdetben megismerjük Ellát, aki egy könyvkiadónál dolgozik, 3 gyerekes anyuka, és romokban hever a házassága. Így kerül elé egy kézirat, amely Rumi történetét tartalmazza, és néhol Ellát követhetjük, néhol pedig Rumit. Rumit, aki megismerkedik egy dervissel, Sámszal, és akivel egy iszonyatosan fontos, mély, intellektuális és lelki barátságot köt. Shafak itt számomra azt mutatta meg, hogy milyen ragaszkodni egy baráthoz, milyen az, amikor két ember találkozik, és teljesen egyenlő kapcsolatot tudnak kialakítani, de mégis tudják egymást tanítani. Csodálatos számomra ez az üzenet. Ő maga egyébként azt mondta erről a könyvről, hogy ha valamit meg akarunk tanulni a világon, akkor nem olyan emberektől fogjuk megtanulni, akik pontosan ugyanolyanok, mint mi. Olyanoktól tanulunk, akik mások. A 6. helyre egy olyan könyvet tettem, amelyről előzetesen nem gondoltam volna, hogy ilyen előkelő helyen fog majd végezni. De az a helyzet, hogy érlelődött bennem a szöveg, és végül úgy döntöttem, hogy a 6. hely az tökéletes lesz neki. Ez pedig nem más, mint Elinkelhettől az Eufória. Ez a könyv Szilvia Plath utolsó évét meséli el, méghozzá Szilvia narrációjában. Ő a mi mesélőnk. És tudjuk azt, hogy végződött az ő élete. 1956-tól 62-ig volt a szintén költő Ted Hughes felesége. Az utolsó évüket már Devonban töltötték, amikor is a férfi összeszűrte a levet egy másik nővel, és el is hagyta miatt a Szilviát. Pont akkor, amikor Szilvia írónővé vált, ugyanis megjelent az ő első regénye, az Üvegbúra. És egész ez idő alatt, az utolsó időben azon vívódott Szilvia, hogy
hogyan tudja összeegyeztetni a tökéletes feleség és anya szerepét azzal, hogy közben az alkotói szenvedélyét is ki tudja teljesíteni. És tényleg egy álma volt az, hogy megjelenjen egy regénye, és abban a pillanatban összetört a magánélete. Nagyon megható és szomorú történet ez, főleg annak fényében, hogy tudjuk, hogy ez megtörtént. Ez a könyv egy fikció, amiben szerepelnek természetesen tények, de szerintem azért hatott rám annyira jól, mert Elin Kelhed fantasztikusan átlényegült Szilviává, és átadta az ő nyelvezetét, az ő stílusát. És közben pedig csomó fontos dologra rávilágított, hogy mennyire nehéz lehetett ezeket a szerepeket összehangolni, ezekben a szerepekben megfelelni, főleg egy olyan nőnek, aki tényleg gyermekkorától kezdve azon küzdött, hogy őt szeressék, hogy őt elfogadják olyannak, amilyen. Egyfajta megfelelési kényszerben élte minden pillanatát, és végül nem bírta tovább. Nagyon jó könyv volt. Az ötödik helyezett könyvről roppant nehéz beszélnem, és nagyon óvatosan kell fogalmaznom, amiatt, hogy nehogy meglincseljenek. Susan Abulhava, Hajnal a tiltott kertben. Palesztina 1948 előtt egy békés terület volt, ahol nagyon jól megfértek egymás mellett különböző etnikumú és vallású emberek. Arab keresztények, arab muszlimok, és természetesen a zsidók. Egy családot ismerhetünk meg, akik ebben a békeidőben nagyon boldogan éltek. Mindenük volt a föld, és a legfontosabb számukra az olajfa szüret volt. Na, akkor mindig összegyűlt a család, és óriási ünnepet tartottak. És nagyon fontos volt számukra egyébként a családnak az egysége. 1948 után azonban minden megváltozott, amikor is a telepesek erőszakkal elvették az ő házukat és a földjeiket, és egy menekült táborban találta magát ez a család. Rengetegen meghaltak, szétszakadtak, és innentől kezdve nem volt nyugalom és béke. A többit pedig már tudjuk. Sokféle nézőpontból meg lehet vizsgálni ezt a konfliktust. Én már korábban is érteni véltem, és egy dolgot tudok, hogy minden nemű erőszakot elítélek, minden nemű erőszakot hangsúlyozom, és mindkét nép, mindkét civil népcsoport, nemzetiség, vallású emberek szenvednek. Amált követhetjük végig 6 évtizeden keresztül, és megismerkedünk különböző politikai történelmi eseményekkel. Bepillantást enged minket abba, hogy mi zajlott itt a Közel-Keleten, és természetesen az identitáskeresés, a szerelem is benne van a könyvben, illetve az emberségesség és a megbocsátás. Mert, mint már említettem, ettől a konfliktustól rengetegen szenvednek. A negyedik helyen álló regényből pár héttel ezelőtt készült egy külön videó, úgyhogy hosszasan nem is időznék el Bret Easton Ellis Amerikai pszichójánál. Ez a könyv rendkívül provokatív, nagyon sok vitát gerjesztett, és mind a mai napig képes felkavarni az állóvizet. Egy finom lelkű embernek, mint amilyen én is vagyok, felszínesen ez egy nagyon beteg könyv. De én képes vagyok túllátni ezen, képes vagyok
a mélyére menni ennek a könyvnek, és kibányászni a kincseket, azt a mondani valót, amely rohadt erősen a képünkbe vágja az igazságot. Patrick Bateman személye, illetve az, amire az ő narrációja rámutat, a társadalmi problémák, a társadalmi hiányosságok, az egy olyan komoly téma, hogy vajon a kapitalizmus eredményezte azt, hogy az alsóbb és a felsőbb rétegek között ilyen hatalmas, szétnyílt olló legyen? Vagy mi ez az őrület? A luxusmárkák, a felszínes értéktelen kapcsolatok és a fogyasztói társadalom tűpontos bemutatása megmutatja azt számomra, hogy milyen az, amikor elveszítettük az értékeinket, és teljesen dehumanizálódtunk. Ez a szöveg brutális, explicit nyelvezete van, néha tényleg elképesztően nyers és felkavaró képekkel operál, és mutat be gyilkosságokat, és mégis azt kell mondanom, hogy szórakoztató olvasmány volt, és a mondani valója az örökre elkísér. A harmadik helyen egy dél-koreai könyv szerepel, amely óriási nagy hatással volt rám, mindössze 2 héttel ezelőtt olvastam el, de ha rágondolok, akkor összeszorul a szívem. Ez Shin Kyung-soknak a Vigyázzatok anyára című könyve. Hát nagyon nehéz is róla beszélnem, meg összeszednem a gondolataimat, mert nagyon kavarognak még. Nem igazán tisztult le bennem ez a könyv. Ugye tavaly Simone de Beauvoir Megtört asszony című regénye lett az első könyv, amelyben volt egy olyan történet, amikor is az anya megbetegedett, rákos lett, és a lánya végigkísérte őt az utolsó néhány hetében. Az iszonyatosan nagy érzelmi megrázkódás volt számomra, alig bírtam akkor beszélni arról a könyvről, és most is ilyesmi gondolatok kavarognak bennem. Ugyanis rögtön az első oldalakon kiderül számunkra az, hogy az anya eltűnt a szöuli pályaudvar forgatagában. Az apa és 4 gyermeke pedig több héten át kutatja, keresi, és közben visszaemlékezik az anyára, és kiderül számunkra egyre több minden róla, hogy ki is volt ő, illetve hogy lehet, hogy a családtagjai egyáltalán nem is ismerték őt annyira. Az a szomorú tény hasított belém, miközben olvastam, hogy akkor derül ki számunkra sokszor az, hogy mennyire fontos valaki, amikor már nincs velünk, amikor őt elveszítettük. És hogy akkor, amikor ott volt, akkor nem értékeltük őt eléggé. Akkor olyan evidens volt az, amit tesz, amit tesz értünk, és ez az anya bizony csak adott, adott és adott, és nem várt cserébe semmit. És olyan volt, mintha ezt a gyerekek nem ismerték volna fel. És az üzenet, amit kaptam ettől a könyvtől, az az, hogy amíg még ott van a szeretünk, addig igenis mutassuk ki számára azt, hogy mennyire szeretjük őt, és mennyire hálásak vagyunk neki. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert az én anyukám hasonló, mint a könyvben szereplő nő. És ezért volt rám talán megint olyan hatással, hogy így a torkom összeszorul most is, mert ez az anya is kvázi ilyen cselédként funkcionált, robotként, akinek mindene volt a föld, és természetesen nagyon sok idejét a konyhában töltötte, de közben pedig a fél szeme az mindig a gyerekeim volt. És mindig, amikor bement hozzájuk Szöulba, akkor hatalmas nagy csomagokkal indult, és felnőtt korukban is aggódott értük. És valamilyen szinten az én anyukám is ilyen, bár ő értelmiségi, tehát nem a föld a mindene, viszont a konyha az abszolút, és tudom azt, hogy nem is szeret ott lenni annyira. De valahogy, ha azt kivennénk a kezéből, akkor nem találná meg a helyét. És igen, mintha mai napig gondok ennél, hogy távol vagyunk, természetesen óvó figyelemmel követ minket, a gyerekeit, meg az unokáit is. És tudjuk azt, hogy
Milyen az, amikor elveszítünk valakit, amikor elhuny? De milyen az, amikor valaki eltűnik? Hát annál felkavaróbb nincs, hiszen nem tudjuk, hogy hol van, nem tudjuk, hogy mi történt vele, és nem akarjuk ilyen helyzetben a saját családtagunkat, a szerettünket látni. Borzasztó. Az, hogy miért tűnt el, annak van egy kulcs motivuma, amit én most nem fogok elszpoilerezni, mindenki olvassa el a könyvet, és akkor megtudja. Nagyon, nagyon fontos könyv lett számomra így az évben. A most következő második helyen szereplő regény sokáig úgy tűnt, hogy a kedvenc könyvem mi avanzsálódhat az évben, de végül nem így történt. Talán tudok még meglepetést okozni én is. Ez a könyv Iréne Szóla Énekelek, s táncot jár a hegy című regénye, amelyről rengeteget beszéltem az év folyamán, és el is mondtam többször, hogy számomra ez a könyv milyen katarzis élményt okozott. Annyira nagy érzelmi hatást generált bennem, illetve annyira rezonáltam ezzel a lírai szöveggel, mint már nagyon régen. Már a nyitó jelenete is a könyvnek elképesztően hatásosak, ugyanis megismerkedünk Domenekkel, aki a katalán Pireneusokban él a családjával, és egy napon a tehenet viszi legeltetni a hegyre, de belé csap a villám, és meghal. És ezt a jelenetet a felhők beszélik el, akik a vihart generálták. Már ez önmagában egy csodálatos kép volt számomra, és innentől kezdve csak fokozódott, mert a természet, a mitológia, a fantázia és az emberi lények hangjai keveredtek, és megmutatták azt számomra, hogy igenis tudunk harmóniában élni egymással és a természettel akkor, ha tiszteljük egymást, illetve a természet határát. Csodálatos írásmód, elképesztően szép nyelvezet. És itt egyébként számomra elsősorban a környezet, a fák, a növények, illetve az állatok voltak a főszereplők, és Domenek leszármazottai voltak a mellékszereplők. Én abszolút azt éreztem, hogy ott vagyok, és a lírai, ritmikus nyelvezet az lehetővé tette azt, hogy tényleg együtt pulzáljak a könyvvel. Abszolút kijön az, hogy Iréne Szóla költőként kezdte a pályafutását, de most már ugye olvastam tőle egy korábbi regényét, a Gátakat is idén, és az is egyébként elragadott engem, de hát nem ennyire, meg sem tudta közelíteni azért ezt a könyvet. Szóval a szavak gondos megválasztása és a nyelv szépsége az mind azt eredményezte, hogy ez a könyv egy csoda, és most akkor itt szeretném elmondani még azt, hogy Nemes Krisztina volt a fordítója, és bizony fantasztikus munkát végzett, úgyhogy le a kalappal előtted. Az első helyezett könyvről megint iszonyatosan nehéz lesz beszélnem, és nagyon bízom benne, hogy nem fogom elpityeregni magamat. Ez a könyv az utolsó pillanatban csúszott be az első helyre, de letaszított mindenkit, és engem pedig teljesen letaglózott. Főleg akkor, amikor 2023-at a háború évének titulálták. Én nem tudom, mi kell ahhoz, hogy a generációk tanuljanak a múltból, hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat. És ne oltsanak ki ártatlan emberi életeket, és ne vegyék el az ártatlan gyermekeknek a gyermekkorát, mert ez egyszerűen borzasztó. A könyv egyébként nagyon rövid, de annál sokkolóbb és felkavaróbb. Ez pedig nem más, mint Konrád György Elutazás és hazatérés című önéletrajzi regénye. 1933-ban született Konrád György, tehát idén ünnepelte volna 90. születésnapját. Ez a könyv a gyermekkorában kalauzol el minket, ő Berettyó Újfaluban nevelkedett, és egy zsidó család gyermeke volt. Édesapja egy nagyon gazdag vaskereskedő volt, és ők voltak az egyetlenek, akik kétszintes házban éltek akkoriban, és természetesen az emberek azért irigykedtek, de Berettyó Újfaluban a keresztények és a zsidók békésen éltek egymás mellett.
Azonban minden megváltozott 1944-ben, amikor bejöttek a németek, és megszállták az országot. És szerintem a zsidók csak az utolsó pillanatban tudták azt, hogy velük most valami óriási nagy baj fog történni. De addig szerintem ők bíztak abban, hogy ilyen nem történhet meg. És itt egy ártatlan gyermek szemén keresztül követhetjük az eseményeket. Konrád György ugyanis ekkor 11 éves volt. A szüleit Ausztriába deportálták, és a faluból az összes zsidót elvitték méghozzá Auschwitzba, és senki nem tért vissza onnan. Konrád György és a lány testvére az utolsó pillanatban menekült meg, amikor egy nappal a deportálás előtt elutaztak Budapestről a rokonokhoz, és ott vészelték át a háborút. Felolvasnék is belőle két részletet. Nagyon remélem, hogy tényleg nagyon precízen el tudom majd ezt most mondani. Az 1944-45-ös télen láttam hullát, eleget. El tudtam képzelni, hogy én is egy leszek közöttük, és ez rossz érzés volt, de az erről való képzelődést elfették a gyakorlati teendők. Veszélyben az ember praktikus. Igazából csak pillanatokra szembesül a halál esélyével, például amikor a homlokára tartanak egy pisztolyt. Akkor érzi, hogy igen, ez az, ez most lehetséges. Mivel, hogy az ember attól a pillanattól fogva felnőtt, amikor szembenéz a saját halálával, 11 éves korom óta felnőtt vagyok. Van, akivel ez még korábban megtörténik, van, akivel későbben, és olyan is van, akivel sohasem. És van még egy részlet. Sérült honvágyjal érkeztem haza Budapestről a szülőfalumba. Volt, amiről nem lehetett beszélni. Az az egy év, mint egy csend határ helyeződött közém és keresztény barátaim közé. Mert ők abban az évben is normális gyerekek voltak, én pedig már nem voltam az. Miért szeretem a hazámat? Ez volt a házi dolgozat címe 1945. márciusában. Azt kellene írni, hogy szeretem. De ez nem ilyen egyszerű. Engem a hazám meg akart ölni. Azt hiszem. Volt már olyan eset, hogy a szülő meg akarta ölni a gyerekét. De ha nem a hazám akart megölni, hanem csak néhány ember, akkor már csak azt szeretném tudni, hogy miben különbözik az én hazám azokétól, akik ezeket a dolgokat elrendelték és végrehajtották. Ők is a hazáról beszéltek, és nem is keveset. Ha én is a haza része vagyok, akkor a hazának a része az is, ami velem a tavalyi évzáró vizsga óta történt. Ezt azonban ebben a dolgozatban nem tudtam elbeszélni. Azt gondolom, hogy ez a történet most iszonyatos erővel tud hatni, és megnéztem most nem olyan régen, pár nappal ezelőtt a Netflixen egy sorozatot, amiben a II. Világháborút mutatták be, és a frontvonalakat, és abban volt az az utolsó mondat, hogy csak ha egy üzenete van ennek a filmnek, akkor az az, hogy bízzunk abban, hogy a generációk tanulhatnak a hibákból, és hogy a jelenben nem követik el ugyanezeket a tetteket. És szomorúan látom, hogy azért ez nem így van. Itt egy gyermeknek vették el az ártatlanságát, aki örök életében ezt egy traumaként fogta fel minden bizonnyal. Nagyon sokan érintettek vagyunk ebben a témában, én abban, hogy az én felmenőim svábok, és őket nem koncentrációs táborba, hanem Szibériába vitték. De elképesztő traumákat szenvedtek el, és most is
elképesztő traumákat szenvednek el azok, akik egy olyan helyen élnek, ahol háború van. Ezennel lezárult a kortárs évem, és most, hogy így visszatekintek az évre, így azt kell mondanom, hogy maximálisan elégedett vagyok, mert fantasztikus olvasmányok kerültek a kezembe, és nagyon sokat szórakoztam, művelődtem általuk, és olyan üzeneteket, tanulságokat, gondolatokat kaptam, amelyet be fogok építeni az én kis világomba. Nagyon bízom benne, hogy a klasszikus év is ennyire gazdag utazás lesz majd, remélem, hogy akkor is velem tartotok. 2023 egy olyan év volt, amit már nagyon vártam, hogy véget érjen, viszont muszáj levonnunk a tanulságokat. Szóval nem csak a könyvekből, hanem a saját életünkből is. Néhány héttel ezelőtt belefutottam egy dél-koreai buddhista szerzetes könyvébe, aki egyébként zenmester is, és az a szöveg maximálisan megmutatta azt, hogy én mennyire erős voltam ebben az évben, és mi az az út, amit követtem, és a jövőben is követni szeretnék, és én nektek adnám ezt most egy kis útra valónak. Hát, ha fel tudjátok használni ezt a rövid kis részletet. De egyébként megtalálhatjátok, majd linkbe le fogom tenni a leírásba, hogy hol találjátok meg ezt a könyvet. A könyv címe: Azok a dolgok, amiket akkor is szerethetsz, ha tökéletlenek. Hogyan fogadjuk el magunkat egy tökéletességre törekvő világban? Henim Sunim, a könyvnek a szerzője. Nagyon sokszor kerülhetünk hozzánk méltatlan helyzetbe, és találhatjuk magunkat egy számunkra mérgező közegben. Én, amit megtanultam ebben az évben, az az, hogy önmagamat választom, és ez nem önzőség. Kezdődjön akkor most a szöveg. Ha megvizsgáljuk az életünket, sok tökéletlen dolgot látunk, mint amikor finom por borít be egy régi tükröt. Meg annyi dolog van, amitől elégedetlennek és boldogtalannak érezzük magunkat. Sokszor mást mondunk, mint amit cselekszünk, kapcsolataink feszültek a hibáink miatt, és a legjobb terveink is szétcsúsznak. Mindezek mellett életünk során, akarva vagy akaratlanul, különböző sebeket ejtünk másokon, ennek köszönhetően bűntudat és megbánás gyötör bennünket. Ugyanaz a helyzet a saját családunkkal és barátainkkal is. Például az a gyermek, aki nem hallgat a szülei intő szavaira. A szüleid, akik nem értenek meg téged. A párod, aki nem észszerűen viselkedik veled. Vagy azok a közeli barátaid, akik aggodalmat okoznak, mert nem vigyáznak az egészségükre. Minden áldott reggel láthatjuk a hírekben, hogy a világban egyre több az erőszak, még több a baleset és a viszály. Úgy tűnik, sosem lesz vége. Noha rengeteg tökéletlen dolgot tapasztalunk a világban, amelyben élünk, mégsem tudunk mit tenni. Szeretjük azokat. Hiszen az életünk sokkal értékesebb annál, mint sem, hogy gúnyolódással és gyűlölködéssel töltsük, ha valami távol áll tőlünk, vagy nem értjük azt. Ha lelkileg éretté válunk, természetes módon fejlődik ki bennünk az empátia, és igyekszünk a másik ember szemszögéből nézni a dolgokat. Cserébe ez megtanít minket arra, hogy méltóság teljesen és együttérzéssel fogadjuk el mások tökéletlenségét, a magunkéval együtt, ahogyan egy anya szereti a gyermekét, bármi történjen is. És akkor az első fejezet címe az az, hogy ne legyél túl jó. Az a gyerek voltál kiskorodban, akit mindig megdicsértek, mert jól viselkedtél? Nagyon igyekeztél mindig egyetérteni a szüleiddel, a tanárokkal és az idős családtagjaiddal? Még ha néha nehéz is volt, próbáltál nem panaszkodni és csendben elviselni? És most felnőttként még mindig felelősséget érzel, hogy másokat elégedetté tegyél? Soha nem akarsz senkit zavarni vagy a terhére lenni? Ha jön valaki, aki nehézséget okoz, próbálod figyelmen kívül hagyni és elviselni, mert nem a természeted, hogy olyat mondj vagy tegyél, ami esetleg fájdalmat okozna másnak, vagy kellemetlenül érinteni őt.
Rengeteg jó emberrel találkoztam már, akik depresszióban szenvedtek, pánikrohamaik vagy más érzelmi zavaraik voltak a nehéz emberi kapcsolataiknak köszönhetően. Az ilyen emberek általában kedvesek, jól neveltek, gondoskodók. Ők azok az önfeláldozó emberek, akik rendszerint előbbre teszik mások akaratát a sajátuknál. Elgondolkodtam magamban azon, hogy vajon miért esnek az ilyen jó emberek oly gyakran áldozatául a mentális és érzelmi szenvedésnek. Én is introvertált és szelíd gyerek voltam, így gyakran kaptam dicséretet, amiért jó voltam. Olyasfajta jó gyerek voltam, aki nem okozott gondot a szüleinek. Jó tanuló volt, odafigyelt a tanáraira, és mindez megtanított arra, hogy jó dolog jól viselkedni. Ám amikor készültem az érettségire, kezdtem érezni, hogy valami nem stimmel azzal, ha mindig jól viselkedünk. Amikor olyan csoportba kerültem, ahol voltak nálam okosabb tanulók, vagy erősebb személyiségük volt az enyémnél, azt tapasztaltam, hogy azok a feladatok, amiket senki nem akart elvállalni, rendszerint nálam landoltak. Ezt továbbra is azzal magyaráztam meg magamnak, hogy jó dolog jót tenni másokkal, de ahogy telt múlt az idő, mindez kezdett aggodalmat okozni. Végül kinyitottam, és őszintén feltártam a szívem egy régi barátomnak, ugyanebben a csoportban. A következő tanácsot adta nekem. Légy jó először önmagadhoz, csak utána másokhoz. Olyan volt, mintha egy villám csapott volna belém. Egészen addig csak azon aggódtam, mit gondolnak mások rólam. Sosem jutott eszembe, hogy gondoskodjak magamról is, vagy hogy szeressem önmagam. Köszönöm az egész éves figyelmeteket, 2024-ben innen folytatjuk, és azt kívánom nektek, hogy legyen egy nagyon boldog új évetek, teljesüljenek az álmaitok, de legfőképpen egészségesek maradjatok. Vigyázzatok magatokra, olvassatok sokat, sziasztok!